Két évvel ezelőtt akkora volt az érdeklődés, hogy limitálniuk kellett a szervezőknek a tornán induló csapatok számát, tavaly viszont a koronavírus járvány miatt elmaradt a rendezvény. Idén már az év elején érdeklődni kezdtek a visszajáró vendégek, és a szervezők legnagyobb örömére a már megszokottnál némire kisebb létszámmal, de a szokásos körítéssel, a szokásos helyszínen tudták megrendezni az ország legnagyobb nyári strandfoci fesztiválját. Nagyon ki voltak éhezve a csapatok. Igaz, hogy utolsó pillanatban tudtuk csak így megrendezni, hogy oltási igazolvány nem kellett. A csapatok arra vártak, hogyha esetleg mégis arra van szükség, akkor még kevesebb csapatot van eljönni. De így is ez a 31 férfi csapat és 4 női csapat fantasztikus tornát tud most már maga mögött. Azt mondom, hogy az eddig legszínvonalasabb torna volt, hiszen ahogy korábban is említettem, 5 megyéből és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéből 14 településről érkeztek a csapatok, és magas színvonalú mérkőzéseket láthattunk már a selejtezőbe is, hiszen sok csoportba utolsó pillanatokban dőlt el a továbbjutás, hiszen minden csoportból 2 csapat jutott tovább az új rendszerű, egyenes kieséses rendszerbe bonyolított vasárnapi döntőbe. A szervezőkhöz kegyes volt az időjárás is, mert miközben országszerte viharok tomboltak, a Sóstói strandon mindössze 1 alkalommal kellett félbeszakítani a játékot. Óriási közönség siker volt, hiszen 5-600 néző volt folyamatosan egész nap a pályák körül, és összességében majdnem 4000 néző látta a rendezvényünket, és kimagasló teljesítmények születtek, hiszen ahogy ezt korábban is látták már, akik strandfocira jártak, fantasztikus hátraollózások, kapusbravúrok voltak, gyönyörű gólok, újabb tehetségek bukkantak fel, és én bízom benne, hogy egyre többen meg fogják szeretni a strandfocit Nyíregyházán. Hát jövőre bízom benne, hogy a 10. jubileumi tornánkon egy hatalmas nagy dzsemborival ismét majd 42-46 csapattal tudjuk lebonyolítani a tornát. A 9. tornát végül a Ballabau cigány nyerte a brazil SC előtt. A 3. helyet a Headband középút szerezte meg, a 4. helyen pedig a nyíregyházi John Bull Pub csapata végzett. A gólkirályi cím a Ballabaus Ábel Péteré lett, a legjobb játékosnak a Headband középútban szereplő Balázsi Pétert, a legjobb kapusnak pedig a brazil SC hálóérét Jakucska Csabát választották meg a szakemberek.